Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben egykori legendákat hívtunk meg. Vendégem Csucsánszky Zoltán, a Videoton nagyszerű egykori válogatott labdarúgója. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszöntök én is mindenkit. Nagyon fontos ez a beszélgetés sorozat, mégpedig azért, mert hogy úgy tűnik számunkra, hogy nem a múltban révedezünk, de azokat az időszakokat fel kell idézni, amikor a Videoton remekül szerepelt folyamatosan, és ráadásul meghatározó futballisták nőttek ki, érkeztek meg az NB1-be, az élvonalban, a válogatottságba, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos időszak. Nálad ez a fontos időszak 76 környékén kezdődött, Szigetújfalun. Egy kicsi fiúnak kifedezi fel a tehetségét, egy fiatal srácnak. Hát igen, közel 10 évesen, 11 évesen Szigetújfaluba kezdtem el bontogatni a szárnyaimat, hiszen ott nőttem fel. Csepel-szigeten, egy kis faluban, éjjel-nappal futballoztam, és egy nagyon szerencsés körülmény között a Csepelnek az ifjúsági csapata jött le oda egy hírverő mérkőzésre, és pont ott voltam, nálamnál nagyobbak játszottak, beálltam, és a csepeli vezetőknek annyira megtetszett a játékom, hogy néhány nap múlva már Csepelen találtam magam egy próbajáték szintjén, és nagyon hamar megfelelve, rögtön egy lépcsőfokot ugorva a csepeli ifjúsági csapatában találtam igen, magam. Igen, nem feledhetjük, hogy a Csepel kikopott az élvonalból, sajnos megszűnt a futball, de azért Csepelen egyik oldalról egy nagyon komoly utánpótlás bázis is volt, ráadásul standard NB1-es csapattal büszkélkedhetett, és ahol mindig nagyon sok néző volt, hiszen azért lokálpatrióták a csepeliek, annyi szent. Igen, hát abban az időszakban még a Csepel a meghatározó csapatok közé tartozott az NB1-es csapatok közül. Utánpótlásuk nagyon jó volt, kiemelt kategóriába tartozott, tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó helyre kerültem, remek fejlődési lehetőség volt, és ugye a Szamárlétát végigjárva nem véletlen, hogy ugye a 82-es időszakig az ifjúsági csapatban játszottam, majd sikerült bemutatkoznom is. Az első időszakban ingáztál, ez mennyire visel meg egy kis srácot, hiszen azért ne feledjük, hogy 10 éves voltál. Így van, tehát közel egy órát kellett utaznom hévvel és autóbusszal az edzés időpontig, majd pedig este ugyanezt vissza. Én úgy gondolom, hogy ez akkor egy természetes dolog volt, hogy valaki a céljaiért áldozatokat hozzon. Én nem tekintettem annak, hiszen nagyon-nagyon szerettem futballozni, és ez hozzátartozott a mindennapjaimhoz, hogy az iskola után nekem ez volt a feladatom. Folyamatosan fejlődtél? Nyilvánvaló, hiszen ne feledjük, hogy alig 4 esztendő múltán már bemutatkoztál az első osztályban, és ráadásul egy legendás népstadion belé, hiszen ne feledjük, akkor a Fradi a Népstadionba hozta azokat a meccseket, amelyek kiemeltek voltak számára, és a Fradi ellen bemutatkoztál a csapatban. Így tehát nagyon-nagyon fiatalon, tehát ez azt jelenti, hogy a mestereid és mindenki tisztában volt vele, hogy kiemelkedő tehetséggel van dolgok. Így van, szerencsére jó edzőkkel dolgoztam, jó társakkal, a fejlődésem folyamatos, az utánpótlás válogatottakban folyamatosan szerepet kaptam, és ahogy említetted, sikerült a Népstadionban az ominózus Ferencváros elleni mérkőzésen szerepet kapnom, óriási győzelmet arattunk, és ugye egy gólt is szereztem. Végtelen volt a tárháza akkoriban a tehetségeknek, az egész országban. És ráadásul a tehetségek bizonyítási lehetőséget kaptak idejekorán. Tehát nem úgy, mint most, hogy ugye külföldiekkel van tele az első osztály, és a fiatalok akkor inkább NB2-ben, NB3-ban játszanak, hanem megkaptad a lehetőséget. Ez kinek köszönhető? Kik voltak azok a mestereid, akik ebben az időszakban, akikre szívesen emlékezel? Hát ott természetesen a Csepel utánpótlásában Lózsi Károly és Már János volt elsősorban, akik sokat dolgoztak velem, de természetesen Keszthelyi Mihály,
Puskás Lajos doktor, Gelei Józsi bácsi is az első csapatnál nagy szerepet szántak nekem. Én úgy gondolom, hogy nekünk sokkal egyszerűbb dolgunk volt, hozzáteszem, hiszen nem volt annyi külső inger. Tehát egy fiúnak a futball egy kiemelkedő lehetőség volt arra, hogy a céljait elérje. Kevés más lehetőség volt, rengetegen futballoztak, rengeteg időt töltöttünk a labdarúgással, ezáltal komoly fejlődésen mehetett át mindenki. Tehát óriási előnyben voltunk a mai időszakhoz képest. Nem tudom, hogyha mi kerültünk volna ebbe a helyzetbe, mi lett volna a megoldás, de úgy gondolom, hogy szerencsés helyzetben voltunk. Senki nem bánta meg a kortársaim közül, hogy ebbe az időszakban ültünk föl. Nagyon szép időszak volt. És még egyszer mondom, hogy a futball szempontjából sokkal, de sokkal könnyebb dolgunk volt. De az is fontos, hogy éltetek a lehetőséggel. Azért számos tehetség elveszett, tegyük hozzá. Te pedig azért az ifi válogatottban is bizonyítottál, diák és ifi válogatottban, majd később az utánpótlás válogatottakban is. Így van. Én úgy gondolom, hogy akinek a mentalitása jó volt, nem szállt el, és megvolt a kellő önbizalma, megkapta a lehetőséget, hiszen nem csak Csepelen, ezt az ország legtöbb klubjánál megadták, és nagyon sok tehetséges játékos volt, és a sokból néhányan éltek a lehetőséggel, többen nem, de mégis volt sok olyan játékos, aki kiemelkedhetett a mezőnyből. Kifedezte fel a posztodat? Az első pillanattól kezdve irányító középpályás voltál? Mert hogy ez egy fontos pillanat egy fiatal életében, hogy bejátsza magát arra a helyre, amit aztán később végigvisz. Úgy gondolom, hogy ez nem volt kérdés, hiszen az alapok után is egy támadó szellemű játékos voltam. Amik az erényeim voltak, azok pontosan erre a posztra voltak alkalmasak, tehát nem sokat kellett gondolkodni az adott edzőimnek. Természetesen a későbbiek folyamán különböző játékrendszerekben ez adódhatott az, hogy balról támadtam befelé, de igazából a szerepköröm egy támadó középpályás volt. A Csepel egy remek játékosok beláll. Ugye Kovács Attila a legendás kapus, én azt hiszem, hogy abban az időszakban nyugodtan mondhatjuk, hogy 3-4 olyan válogatott kapus is volt az első osztályban, Diszpetékkel együtt nyilvánvaló, és ő volt az egyik legjobb mindenképpen. Viszont remek csepeli nevelésű játékosokkal játszhattál együtt, aztán jött egy nagyon fontos időszak, 1985. Igen, hozzáteszem, hogy a csepeli csapattal őszi elsők voltunk. Volt egy olyan időszak, amikor a Tulipán Budavári, Kovács Attila, Kőhalmi, tehát 6 olimpiai válogatott volt a csapatunkban, tehát nagyon-nagyon sokat lehetett ezektől a játékosoktól tanulni. És utána megérkeztünk 85-be, amikor a Videoton UEFA menetelése elkezdődött, befejeződött. Ez óriási hatással volt rám is, mint az összes többi labdarúgás sportot szerető emberre. És volt egy megkeresésem a fehérvári csapattól. Már rendszeresen játszottam NB1-be, és egyszer csak egy kis barkasz lefékezett a házunk előtt Fejes Gáborral és Karsai Lacival, és meglepő módon invitáltak a fehérvári úgymond csodacsapathoz. Hát sokáig nem kellett gondolkodnom, bár a szívem azért a csepeli csapathoz nagyon sokáig odahúzott, de a józanészt belátva úgy gondolom, hogy sikerült hamar jó döntést hozni, és 85 nyarán kerültem Székesfehérvárra. Igen, és akkor megkezdődött a nagy menetelés, egyértelmű 85-86. Ugye azt akkor még nem voltál alapember nyilvánvaló, de te miként élted meg? Hát én úgy is jöttem el, hogy egy stabil NB1-es csapatból kerültem egy másik NB1-es csapatba, aki előrébb volt a ranglistán, mint ahol játszottam. Tudtam, hogy milyen csapatba kerülök, milyen játékosokkal, és én úgy gondoltam, hogy nekem komoly epizód szerepeim lesznek, tehát nem gondoltam, hogy én kezdőként fogok ebbe a csapatba szerepelni, hiszen fel kell építenem magam. 20 éves voltam, előttem volt a jövő, tehát úgy gondoltam, hogy 1-2 évet adok arra, hogy folyamatosan szerepet tudja kapni ebbe a csapatba, és utána majd természetesen eldől, hogy fiatal játékosként a pályafutásom merre fog haladni. De aztán így is történt. Így van, tehát abban a csapatban nagyon nehéz volt bekerülni, de nagyon sok lehetőséget kaptam, és azért elérkezett az az időszak egy 3 évvel később, amikor egy nagyon fiatal, nagyon ütőképes, nagyon baráti társaság összejött, és ugye egy remek edző vezetésével remek csapatot alkottunk. Így van, tehát kell, hogy beszéljünk a 88-89-ről sok okból.
Petres Tamás gólkirály lett a gólpasszaidnak köszönhetően, mondom neki mindig, ja. Ezen aztán jókat nevetünk nyilván. Az év játékosa lettél, alig maradtatok le a dobogóról, ráadásul a nagyon hülye pont, bocsánat, igen. Ez nem szokás ilyet mondani, de az egy borzalmas pontrendszer volt, 11-es rúgások és a többi, és ráadásul egy fantasztikus edző. Kaszás Gáborról beszélünk, kell, hogy essék szó róla, hiszen itt a mielőtt, mikor megérkeztél, akkor is kicsit megemlékeztünk, hiszen nagyon fiatalon, tragikus körülmények között hunyt el. Mi mindent lehetett tőle megtanulni? Hiszen egy ez olyan bizalommal élt a fiatal korosztály, akik most már befutottak, mondhatni, hogy, és egy olyan játékrendszert honosított meg, hogy az egyszerűen fantasztikus volt. Tehát a szakmai tudása mellett egy hihetetlen emberi tartásról, tehát mindig tanúbizonyságot. Nagyon tudott lelkesíteni minket, a mentalitása, a habitusa az remek volt. Értett a fiatalok nyelvén, nagyon jól tudott az idősebb játékosokkal is szót érteni. Tehát egy remek közeget alakított ki maga körül, hiszen akkor egy 4-5 játékos maradt az úgymond régi csapatból. Gondolok itt a Végtibire, Horváth Gabira, Novak Gyurira, akik a Emmer Lacira, akik ennek a csapatnak a stabil védekező szerepkörét ugye biztosították, és úgymond a fiatal csikókat pedig hagyta egy kicsit szárnyalni. Olyan játékosok, akik akkor bontogatták a szárnyaikat, talán egy kicsit ismeretlenek is voltak, és egy hihetetlen jó munkával, összhanggal úgy gondolom, hogy tényleg a üde színfoltja volt ez a bajnokságnak ez a csapat, és az összes bármilyen más rendszerbe számoljuk a pontokat, hiszen akkor volt, hogy 3 pont, 1 pont büntetők, tehát ha bármilyen más rendszerbe játszunk, mi lettünk volna a bajnokok. Hozzáteszem, tudtuk, tehát tudtuk, hogy mire számíthatunk, sajnos a büntetőrugásban sokszor alul maradtunk, ezért nem sikerült bajnoknak lenni. Holott én azt gondolom megérdemeltétek volna, viszont ha már itt vagyunk, az egy olyan játékrendszer volt, ahol tulajdonképpen szabadon szárnyalhattál. Ez köszönhetően annak, hogy elképesztően jó volt a támadójátékunk, ha visszaemlékezünk rá. Petres Tomi egy igazi csúcsék volt, aki érezte a kaput, ha úgy tetszik, és rád is mindig lehetett számítani, hiszen számtalan gólt lőttél. És a góljaidnál én ugye mondtam neked, hogy a Kaszás Gábor emlékfilmben is vannak góljaid, de én a szabadrugásokra emlékszem leginkább, hiszen bődületes erővel lőtted a szabadrugásokat. Ezt adottság volt, vagy folyamatosan fejlesztetted? Én úgy gondolom, hogy mind a kettő elengedhetetlen. Gyerekkorom óta rengeteget passzoltam, a rugótechnikám szerintem bőven az átlag feletti volt, de amikor NB1-ben játszottam, akkor se volt gond, hogy kimaradjunk edzés után, órák hosszat is gyakoroltuk. Az pont egy olyan csapat volt, Petri Zsolttal a kapuban, aki kimaradt, akár egy-másfél órát is kapura lőttünk, tehát nagyon jól motiváltuk egymást, és hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon jól ki tudtuk egészíteni egymást. Ami az egyikünknek esetleg a hibája volt, az a másiknak az erénye volt. Nem véletlen, hogy mögöttem az Emmer Laci játszott egy védekező középpályást, aki egy stabil, jó védekezést tudott nyújtani. Jónás Gyuszi a támadósorban nem a sok góljáról volt híres, de szinte lehetetlen volt elvenni tőle a labdát. A Petres Tomi rengeteg gólt rugott, Jován Robi az pedig mind a kettőben fantasztikus volt. És akkor a Máriási Zsoltról és a többiekről szinte mindegyiket felsorolhatnám, egy remek közeget alkottunk. Tehát egy vízhordók is fantasztikusak voltak. Sőt, a cserejátékosok is bármikor beszállhattak, nagyjából hasonló teljesítményre voltak képesek. Viszont megérkezett a válogatottság is. Számítottál rá? Nyilvánvaló az évjátékosának ott van a helye. Bár ennek némiképpen ellent mond, hogy nemrégiben Tibel Krisztiánnal beszélgettünk, és arról esett szó, hogy egyedül a Videoton gólkirályai, illetve a fehérváriak gólkirályok nem kerültek be a válogatottba, gondolunk Szabó Józsira és Krisztiánra. De neked, én akkor azt gondoltam, hogy biztos helyed lesz a válogatottban. Végülis 5 szereplés jutott. Bár tegyük hozzá, hogy akkor világklasszisok játszottak a posztodon. Így van, tehát... Ez fáj egyébként? Nem fáj. Én úgy gondolom, hogy semmit nem csinálnék máshogy és másképp. Abban az időszakban az én posztomon kiváló játékosok voltak,
ugye a Détári Lajos, Bognár Gyuri volt főleg azok, akik a posztriválisaim voltak, és mellettük tudtam szóhoz jutni fiatalként, hiszen az első válogatottságom 88 novemberében volt talán a görögök ellen, 23 éves voltam, tehát bőven volt még lehetőség utána is. Alapvetően, amikor ezt a meghívót megkaptam, katona voltam, hiszen akkor még arról szólt az egész, ugye, hogy másfél éves katonának kellett lenni a sportolóknak. Egy hónapig az alapkiképzésen ugyanígy benn voltunk, de viszont azért kaptunk némi könnyítést, tehát az edzés munkát a saját csapatunknál tudtuk elvégezni. Ettől függetlenül egy kicsit azért egy másabb időszak volt. Ami furcsa volt, hogy akkor volt Magyarországon ez a dominózus bundabotrány, és nagyon sok olyan fiatal, tehetséges játékos bedobtak a mélyvízbe a válogatottba, ami nem volt szerencsés. Tehát a görögök ellen rengeteg fiatal játszott, 3-0 arányú vereséget is szenvedtünk Athénbe. Talán szerencsésebb lett volna egyesével, hármasával ezeket a játékosokat bedobni, hogy több rutinos játékos segítsen minket. Magunkra voltunk utalva, de hihetetlen büszkék voltunk magunkra, köztük én is. Nyilvánvaló. Akkor már kinyílt a világ, hiszen a rendszerváltás előtt vagyunk egy-két évvel, illetve hát egy évvel, és lehetőség nyílt a külföldi szereplésre. Abban is biztosak voltunk, hogy a ti korosztályotok lesz az első, akik majd, tehát a kvalifikált játékosok, akik megkapják ezt a lehetőséget. Így van, tehát miután egy sikeres szezon tudtunk magunk mögött, nekem is voltak külföldi ajánlataim, természetesen azért, mivel legtöbb játékosnak köztük nekem sem volt menedzserem, abban az időszakban ez nem volt divat. A klub által értesültem néhány olyan megkeresésről, ami jót tett a lelkemnek. Volt olasz lehetőségem, svájci is, és végül is egy angliai próbajátékra invitáltak. Nagyon nehezen adtam be a derekem, hiszen én a futball szeretete miatt kezdtem el futballozni, és én úgy gondolom, hogy Fehérváron nagyon-nagyon jó helyre tettem a székhelyemet. Én remekül éreztem magam, remek társaságba, kedveltek a nézők. Én úgy gondoltam, hogy a futball szempontjából nem kell ennél több, de azt hiszem, hogy ha mindig valaki egy kicsit többre vágyik, akkor dőreség lenne azt kihagyni, hogy egy angol klubcsapatnál lehetőséget kap. És így jutottam el Coventry City-re. Aztán jött egy éles váltás. Nagyon sokan máig nem értik, hogy Vácra mentél. Hiszen azért független attól, hogy ott is érlelődött egy remek csapat, ettől függetlenül azért a videóton után furcsa volt számunkra. Így van, hiszen amikor Angliába kerültem, hihetetlen pek dolgozott ebbe a túrába. Egy hétig voltam kint, és az utolsó edzőmérkőzésen, a szerződés aláírása napján egy sérülést szenvedtem, ellenfél nélkül egy rossz mozdulattól a térdem visszacsuklott. Ott nagyon el voltam keseredve, hiszen egy remek lehetőségtől fosztottam meg magam, vagy a szerencse fosztott meg. Alapvetően visszavártak, de viszont a keresztszalagom elszakadt, amit csak egy 4 hónappal később tudtak meg. A felépülésem után viszont itt a csapatban nagy változás történt, és azért úgy döntöttem, hogy egy fél éves, egy éves időszakot adva magamnak meglátjuk, hogy mi lesz a jövőkép. Ezért is kerültem el Vácra, hiszen barátok és olyan közeg fogadott, amivel lehetett fejlődni, viszont nekem a szívem csücske a Videoton és a Fehérvár volt. És a következő évben igazából egy új csapatot kezdtek el építeni, amiben a régebbieknek kevés szerepet szántak, és ezért lett ez a hirtelen váltás, hogy az angliai profi Videoton játékos után hirtelen Ausztriában a sógoroknál találtam igen, magam. Igen, hát Késlág a mi falunk, és ráadásul egy ékszerdoboz, ha úgy tetszik. Még ifistaként kezdtünk el járni Késlágba, és ez egy fantasztikus történet. Hogy érezted magad kint? Hiszen azért nyilván az nem az a szint, amit te megszoktál, és hát ott óhatatlanul is vezérszerep hárult rád, amit megháláltál. Így van, hiszen a rendszerváltás után itt a futballban elég szélsőséges gondolatok voltak, és minden bizonytalan volt.
és nekem felajánlották ezt a lehetőséget. Szegény Horváth Gabi ment volna ki, és itt vezető szerepet kapott a klub szempontjából, és rám jutott az a feladat, hogyha kedvem szottyan, akkor menjek Kirchschlagba. Kedved szottyant, és 10 évet töltött. Így van. Én a gyerekkoromtól készültem a tudatos edzői munkára, futballra, és a lehetőség azért tetszett meg nekem, hiszen edzői tevékenységet is folytathattam. Tehát kimentem az osztrák kis faluba, én voltam az egyik külföldi játékos, hiszen akkor 2 lehetett, és én voltam a csapat edzője. Tehát elkezdtettem azt a tevékenységet, amit világéletemben szerettem. Játékos edzőként szerepeltem 5 évig, ami nagyon ritka volt abban az időszakban, hiszen a külföldi játékosokat fél évente cserélték. Majd következett a szomszéd településen megint egy 5 éves időszak, tehát 2-5 évet töltöttem el, és nagyon-nagyon tanulságos, szép időszak volt. Természetesen a futball szempontjából már nem tartozik a legprofibb kategóriába, viszont nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni. Sokkal, de sokkal jobban megbecsülték a volt sportolókat, jobban felnéztek ránk, és nagyon-nagyon sok olyan dolog történt pozitív, amit itt még az NB1-es körülmények között sem történt meg. Ráadásul te mindig tudatos voltál. Igen, tehát én azért mondom, hogy az úgymond a profi legmagasabb szinten végzett munka sajnos ezzel a angliai térdsérüléssel hamar közbeszólt, de korom ellenére rengeteg olyan tapasztalatot tudtam szerezni edzőként, akár vezetőként, tehát azért próbáltam mindig a szeretett klubom mellett lenni, hogy sok olyan tapasztalatot gyűjtsek, ami a későbbiekben gyümölcsöző lesz számomra. Aztán hazahívott a sors, ugye? Igen. Kell, hogy néhány szó essék arról a tragédiáról, aminek igen következtében újra itthon kellett helytállnod, méghozzá egy olyan élethelyzetben, ami azt hiszem, hogy teljes embert kíván. Így van, sajnos ugye 2002-ben történt a családban egy tragédia, a feleségem sajnos elhunyt, és ugye egy 12 éves kislánnyal egyedül maradtam. Nem volt egyszerű a helyzetet megoldani, de más ember is került sajnos hasonló helyzetbe. Úgy gondolom, hogy emberesen túlléptem a dolgon, sikerült megoldani, és utána megint a futball és a sport volt előtérbe, tehát sikerült kilábalnom ebből a helyzetből. Tehát a videóton visszavárt nyilvánvaló, és ez fontos adalék ehhez a történethez, hogy volt hova hazajönnöd, ha úgy tetszik. Így van, természetesen ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy segítőkezet kaptam itthonról is, tehát én azért azt úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon baráti és családi volt akkor a videótomban a hangulat. Ismertük egymást, sokat tettünk egymásért, és pontosan ezek az emberi dolgok voltak, amik a csapatot is kiemelték a többi közül. Edzőként hol tartottál akkor, illetve hol tartasz most, hiszen azért ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ez az életed. Így van, tehát én sok helyen megtapasztaltam a munkát, dolgoztam kisebb egyesületeknél, akár Csóron, dolgoztam a Videoton második csapatánál, utánpótlás csapatánál, voltam a 19 évesek edzője a Puskás Akadémiánál, aki ugye akkor még a Fehérvárnak a saját csapata volt. Úgyhogy mindent meg tudtam tapasztalni. Én úgy gondolom, hogy fontos volt, 2 alkalommal az első csapatnak a segítőedzője is voltam, ugye Diszlő Lászlóval, majd a Verebes Józsi bácsival. Természetesen az egyik a legkellemetlenebb emlék, hiszen akkor estünk ki, de fiatal edzőként ettől függetlenül rengeteget tudtam tanulni. És azért mondom, hogy most jelen pillanatban is a futball tölti ki az életemet, hiszen Balatonfűzfőn edzősködöm, és mellette itt Fehérváron kisgyerekeknek tartok egyéni képzéseket. Ami nagyon-nagyon fontos, valljuk meg, mert azért egy olyan jövőképet tehet tőled megtanulni, azt hiszem, amire méltán lehetnek majd később büszkék a szülők és gyermekek egyaránt. Tehát ez a jövő. És milyen jövőt tartasz magadnak? Hát én nagyon remélem, hogy mivel gyerekek, fiatalok között dolgozok, ez mindig frissen tart. Én úgy gondolom, hogy bízom benne, hogy még esetleg magasabb szinten is tudom a tudásomat kamatoztatni. Én úgy gondolom, hogy olyan életet éltem eddig is, ami kielégített.
Én nagyon fontosnak tartom, hogy akár a sportban, akár a magánéletben sikeres legyen az ember. Természetesen a legfontosabb most ugye, hogy azért a nevet remélem a futballba viszik tovább. Fiam pont március 8-án Zoltán napkor mutatkozott be az U15-ös nemzeti válogatottba, a török válogatott ellen. Tehát próbálom az útját egyengetni, hogy ő is legalább hasonló sikereket elérje, mint én. Történjék így, ezt kívánom minden futballszurkoló és minden székesfehérvári, sőt minden magyar futballszurkoló nevében. Jó lenne már sikereknek örülni ismételten, itt Fehérváron és bárhol másutt. Köszönöm szépen, Csucsa. Én is köszönöm szépen, köszönöm. Kedves nézőink, a beszélgetésünk mai vendége Csucsánszky Zoltán, egykori kiváló válogatott labdarúgó volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!